A tabellán előrébb álló hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyed végén 7 ponttal vezetett a Fót. A második 10 perc a Cápáknak sikerült jobban, így a nagyszünetre 1 pontra csökkent a két csapat közötti különbség. Fordulás után ismét ellépett a házigazda, az utolsó játékrész előtt 5 pont volt a Fótiak előnye. A nyíregyháziak azonban zárkózni kezdtek, majd a vezetést is átvették, és jó hajrájuknak köszönhetően végül 9 ponttal megnyerték a mérkőzést. A meccs nagyon nehéz volt. Center nélkül játszottunk, ott van a rutinos játékosok magas poszton, akit hál' Istennek a második Feridó taktikai váltás után tudunk megállítani és fordítani az a meccs, hogy mi a vágunk. És a utolsó negyed egy meglepetés vidékézzel úgy elértünk, hogy a 8,5 perc alatt kaptunk 4 pont csak. És itt volt a kulcs. Muszáj mondanom, hogy nem valahol statisztikai, nem voltunk csoda dobó százalékból, vagy más dologot, de harcoltunk úgy, ahogy kell harcolni minden meccs. Bonifert Bendegúz 34 percet játszva 27 ponttal járult hozzá csapat a győzelméhez. Nem feltétlenül úgy kezdődött a meccs, ahogy szerettük volna, nagyon nagy energiákkal kezdett a Fót, de végig tudtuk velük tartani a lépést, és nem engedtük ki a kezünkbe a meccset, hogy nehogy nagyobb különbség legyen köztük, aztán védekezést váltottunk igazából az utolsó negyedbe, és szerintem ez volt, ami teljesen összezavart őket, és itt tudtunk meglépni tőlük, és átvenni a vezetést, és utána viszonylag magabiztosabban is behúzni a végén. A nyíregyháziak szombaton az Új Budamac csapatát fogadják a Continental Arénában. Múlt héten ők is hozták egy amerikai játékos, aki játszott a Magyar A-ligába. Egy nagyon rutinos, nagyon játékos. Mindent tették erre, hogy a A-ligába játszanak jövőre. És mi meccsünk itt Nyíregyházán, nekik ez egy nagyon fontos állomás. Mi persze nem fogunk engedni magát. Nem tudom most, mi lesz Izsákkal, azt mondják, hogy jobb állapotban van, de most, ha is nem olyan egészen jó, akkor nem kell rizikolni, van még meccsek. Meglátjunk, készülünk, jó paszban vagyunk, én egy jó meccs várok. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Pécs vezeti 19 győzelemmel és 2 vereséggel, a 17-3-as mutatóval rendelkező Új Budamac előtt. A Nyíregyháza 9 győzelemmel és 12 vereséggel a 7. helyen várja az Új Budamac szombaton 17 órakor kezdődő vendégjátékát.